szerencsésnek mondhatjuk magunkat Dunaújvárosban az úgynevezett JKI Karate, Japán Karate Szövetség által oktatott karate kezdte bontogatni a szárnyait. Én a mai napig ugyanezen a vonalon vagyok. Nem váltottunk át más karate stílusokra, nem foglalkoztatott a siker meg az egyéb dolog, tehát ezt szerettük volna minél jobban megtanulni. Annyit kell tudni, hogy a nagyon régen Okinaváról származik egy úriember, aki már nem élsz, Gicsin Funakoshi mester, és ő foglalta rendszerbe azt a karate formát, karate oktatást, amit karate dónak hívnak, és a Japán Karate Szövetség ezt a tanítást viszi tovább. Annyit tudni kell, hogy a Japán Karate Szövetség a Japán Oktatási Minisztérium által bejegyzett alapítvány, és egy oktatási formaként tartják nyilván. Nálunk is ugyanúgy vannak versenyek, de nem a versenyközpontuságra van kihegyezve a napi edzés. Itt mindenki megfér egymás mellett. Jellemző nálunk is, hogy a klubunknak a tagsága közül általában körülbelül csak egy harmad rész versenyzik, de együtt edzenek a többiekkel különböző korosztályokba. Mindenki ugyanúgy ki van javítva az edzéseken, mindenki megkapja a lehetőséget. Aki tudja, elvégzi ugyanazt a munkát, amit a versenyzők. A versenyzők annyival tesznek többet, hogy egy picivel több edzésük van minden héten. Tehát van úgynevezett versenyre felkészítő edzés, de a többi edzésen együtt vannak a többiekkel, és mindenki ugyanolyan fontos. A legutolsó kisgyerek az 5 éves kortól, aki most esik be az edzőterembe, vagy egy felnőtt, ugyanúgy segítik. Ha beilleszkedik a közösségbe, akkor megkapja a többiektől a segítőkezet. Dunaújvárosban a Pilizota Vinko kezdte el a karate oktatást, illetve Bruzsa Ferenc és Krebsz János mesterek folytatták ezt a megkezdett tevékenységet. Én is őnáluk, velük együtt kezdtem el karatézni. Nagy örömömre szolgál, hogy dunaújvárosi karate élet mindig meghatározó volt az országos karate életbe. 1968-tól 2 évet a Kohász Kölyök csapatba fociztam, majd 70-től 79-ig közel 9 évet kajakoztam a dunaújvárosi Kohásznál, és mellett 1975-ben engem is érdekelt a karate, híre ment, hogy a városban van karate oktatás, és kipróbáltam, és gyakorlatilag 1975 óta ezt művelem, illetve 78-79-től pedig már csak ezt csinálom. Nagyon fontos, hogy fejbe is ott kell lenni, tehát amikor a napi edzés munka folyik, akkor nagyon fontos, hogy ezt ésszel hajtsa végre a gyakorlatokat, a feladatokat az illető. Igyekszünk erre rászorítani mindenkit. Nagyon jellemző egyébként a Japán Karate Szövetségnél a vezető instruktorok, a japán instruktorok, illetve Európában, világban, akik vannak, majdnem mindenki főiskolát, egyetemet végzett ember, tehát inspiráljuk itt házon belül is a gyerekeket a tanulásra. Egy jellemző dolog, hogyha valaki egy tanulmányi versenyen eredményt ért el, akkor itt a csapat előtt ki van hirdetve, ki van állítva, lehet, hogy az illető nem versenyzik, lehet, hogy a legügyetlenebb gyerek, de ugyanúgy megbecsülve van a ő tanulmány eredménye, mint hogyha bajnokságon dobogóra állt volna. 5 éves kortól bárki járhat edzésre, 3 csoportba folynak az edzések koronként szétvontva. A kezdők odaállnak be a korosztályoknak megfelelő csoportba, egy idő után be tudnak kapcsolni a munkába, a kezdeti lépéseknél a többiek segítik őket, illetve hát én is segítem őket a munkába. Minden nap edzések vannak, minden nap 2 vagy 3 edzést tartok minden délután hétfőtől péntekig, időnként hétvégén pedig versenyek, kurzusok vannak, és hát annyit kell tudni a karate edzőknek az életéről, legalábbis a Japán Karate Szövetséghez tartozó karate edzőknek az életéről, hogy mi nekünk ugyanúgy kötelességünk edzeni, mi ugyanúgy teszteken veszünk részt, vizsgákon veszünk részt, tehát folyamatos edzésmunka van, tehát nem tetem meg, hogy sippal a nyakamba melegítőbe a pálya szélén állok, és úgy irányítom az edzést. Ezt az évet 20 fős versenyzői csoporttal kezdtük meg, majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Tavaly 12 versenyzőnk volt, ebből 11 válogatottnak, a magyar JKI Karate Szövetség válogatottjának a tagja volt. Ipponsabu versenyrendszerben nagyon szép eredményeket érünk el. A válogatottak Európa-bajnokságon, világversenyeken többször dobogós helyezést, 1., 2., 3. helyezést is tudnak elérni. Van több Európa-bajnokunk mindenféle korosztályban. Jelen pillanatban majd ez az év meglátjuk, hogy hogyan alakul. Annyi van, hogy április 21-én mi is egy versenynek a házigazdái leszünk itt a Dunafer vagy a Dunaújvárosi Sportcsarnokba, az új nevén az Ipponsabu Karate Diák Olimpiának fogunk otthont adni, házigazdák leszünk.
1980-as évek elején már nagyon-nagyon sokan karatéztak a városba, az újdonság erejével hatott, egyre több csoportot indított a akkor már Dunajvárosi Papír Sportkörnek a karate szakosztálya, és a Bruzsa Ferenc és Krebsz János mesterekkel megbeszéltük, elkezdtünk dr. Lussus Péterrel együtt a gyerekekkel foglalkozni, ők pedig többnyire a felnőttekkel foglalkoztak, és gyakorlatilag 1980 óta, úgymond még majdnem kezdőként csöppentünk bele ebbe a dologba, és hát menet közben itt ragadtam, de azt hiszem nem bántam meg. Nagy mértékben hatott erre a dologra az, amikor először megláttuk az első japán instruktorokat, velük együtt edzhettünk. A japán emberek mentalitásáról tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon sokára nyílnak meg az ember felett, tehát sok-sok év eltelik, mire egy-egy instruktor úgymond szóba áll az emberrel, segítséget kap, és hát gyakorlatilag ők is rengeteg segítséget adtuk nekünk abba, hogy eljussunk erre a szintre. A mai napig segítenek minket itt ebbe az edzőteremben, és többször fordultak meg a karatesportba világhírességek. 1995-től folytatom úgymond főállású tevékenységként a karatét, mellette persze azért van egy-két vállalkozásra engedélyem is időnként, hogyha anyagilag meg vagyok szorulva, akkor kényszerülök egy picit a fennmaradásért más tevékenységet is folytatni. Hát nagyon nagy segítséget kaptam a feleségemtől, illetve a csapat nagyon jó mindig. Mi is követünk el hibákat, van, amikor nem úgy szól, van, amikor én is picit türelmetlenebb vagyok a gyerekekkel, de általában nagyon jó csapat, nagyon jó közösség formálódott. Rengeteg segítséget kapok az utóbbi években Fróna György és Burján Imre uraktól, a elnökségünk tagjaitól, hárman visszük az egyesületet. Rengeteg támogatónk van, nem csak városi szinten. A támogatási pénzekkel az utolsó fillérig elszámolunk, semmiféle személyi díjazás nem történik belőlük. Délelőttönként általában ilyen kiegészítő tevékenységet végzek, illetve egyénileg szoktam edzeni, illetve az adminisztrációs hivatali dolgoknak, kötelezettségeknek igyekszem eleget tenni. Általában a délután egy ilyen fél 3-3 órától az edzőteremben vagyok, este 8-9-ig foglalkozom a gyerekekkel. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek. Annyi van, hogy ez egy picit más közeg, mint amit a sportba ismernek az emberek, vagy sportként ismernek az emberek. Egy jellemző példa, hogy itt az edzőterem környékén én szoktam söprögetni, vagy fölmászok a létrára és kitakarítom az eres csatornát. Ilyenkor, ha olyan ismerős, aki nem tudja, hogy én ezt csinálom, csak ismer, és megkérdez, hogy én edzőként ezt csinálom, én úgy gondolom, hogy abszolút nem sérti az edzői művoltomat, hogy én nekem egy eres csatornát ki kell takarítani, vagy föl kell söpörni, vagy takarítani kell. Az edzőtermet is magam és a feleségem tartjuk rendbe. Minden héten nagy takarítás van, minden nap kisebb takarítási munkák vannak, és mellette teszem a dolgomat. Hát a dr. Lussus Péter, a Peti bácsival épp egy pár évvel ezelőtt beszélgettünk, és épp azt beszéltük, hogy valószínűleg hogy több ezer ember ment át a kezünk alatt a 80-as évektől kezdődően. Magyarországon egyébként Dunajvárosban indult először szervezett gyerek karate oktatás 1978-ban. Ez Bruzsa Ferenc akkor a Ságvár iskolába tesnő tanár nevéhez fűződik, és hát később a Krebsz János által vezetett D-papír SK-nál is az ő elnöklet alatt, vezetőedzősége alatt nagyon szépen folyt a munka, sikerek voltak. Én úgy gondolom, hogy több ezer ember fordult meg, volt, aki egy hétig, volt, aki két hétig, volt, aki több évig. A legnagyobb sikereket egyébként a mai napig az jelenti, többen a karatesportba tevékenykednek edzőként, Budapesten Sajó Zoltán, Baja Jangéla például mai napig edz, illetve nagyon-nagyon szép szakmai karriereket futottak be Boronkai László, Szentkuti Viktor, dr. Németh Rihárd, tehát vannak olyan visszajelzések, akik ma már ugyan nem karatéznak, de nagyon magas iskolákat végeztek, felelős beosztásba teszik a dolgokat, azt hiszem ez mindent
megmagyaráz, ezért érdemes. A karate edzés ez egy picit más, itt borzasztó nagy ismétlés számba dolgozunk már a kisgyerekekkel is, ezt azért úgy ésszel úgy el kell viselni, illetve át időnként azért az embernek meg kell törölni a vérző orrát is, persze nyilván nagyon vigyázunk a másikra, de ezek a technikák teljes erővel, teljes sebességgel vannak végrehajtva, annyi van, hogy egy úgynevezett a távolsággal játszanak a versenyzők, tehát igyekeznek ezt elsajátítani, és megpróbálják uralni ezt az egész technikát, és ez hát nagyon nehéz úton keresztül lehet eljutni, illetve itt nálunk az edzőteremben fél évkor meg évvégén a érettségi előtt álló diákoknak, közép- és általános iskolás diákoknak kötelező a bizonyítvány bemutatása, tehát számon vannak kérve, több diákon köztársaság jó tanuló sportoló címeket kapott. A tanuló fokozatokat úgy hívják, hogy kiú fokozat, a mesterfokozatok, a dan fokozatok. A tanulófokozatokban 9 kiú fokozat van, illetve a legkisebbeknél van még külön hadgyerek fokozat, úgymond ilyen kis előkészítő fokozatok. 9 kiútól első kiúig megy lefele, tehát az első kiús a legmagasabb tanulófokozat, utána pedig egy dantól lehet 9. danig haladni. Annyit kell tudni, hogy az 5. dantól fölfele a danvizsgákat már csak a japán instruktorok előtt a Tokiói központba lehet tenni, illetve nagyon ritkán, ha a világban van ilyen valami összevont esemény, akkor ott van erre mód és lehetőség. Én a Japán Karate Szövetségnél 3 évvel ezelőtt Tokióba 6. danfokozatot szereztem. Krebs János szempájnak van meg ez a fokozata, ő előttem jár ezen az úton. Ki van a Japán Karate Szövetségnél még 6. danos fokozatát, ő hamarabb szerezte meg, mint én. Ő kicsit korábban is kezdett, illetve a Magyar JKI Karate Szövetségnek ő jelen pillanatban az elnöke. Versenyezni nem versenyzem, minden nap edzek, minden nap csinálom a gyerekekkel az edzésnek egy részét, illetve saját magam is edzek. Általában olyat szoktam a gyerekektől kérni, amit én is meg tudok csinálni, tehát nem nagyon szoktam olyat kérni, vagy megtudtam, mert azért korosodik az ember, de általában igyekszem olyan dolgokat kérni, amit én is már kipróbáltam, vagy megpróbáltam megcsinálni. Mennyire lepte meg a Dunai Városi Önkormányzat díja? Mennyire érte váratlanul önt? Hát a sportágnak szólt ez a díj. A Dr. Lusztus Péter beterjesztésére kaptam meg, mint utólag kiderült, úgyhogy Peti bácsinak ezúttal is köszönet. Hát kicsit meglepő volt a dolog, ilyen csapatsportcentrikus városban, mint Dunai Város, eléggé meglepő volt. Örültem neki, de aznap délután, amikor ezt a díjat délőtt átvettem a közgyűléstől, amit ezúttal is köszönök, ugyanúgy megtartottam az edzést. Miközben ott ültem a közgyűlésnél, és hát olvasták fel az úgynevezett érdemeket, végülis az perget le a fejembe, hogy mit tudom, hányszor vittük a gyereket futni, meg sérüléseim, kisebb-nagyobb sérüléseim, hogy az ember utána feláll a padlóról, tehát nem tartozik hozzá, de egy kicsit itt nálunk olyan a légkör, hogyha itt valakinek eltörik a keze, és be van gipszelve a keze, akkor beáll a sor végére, és ugyanúgy ez, nyilván a kezét nem használja, de ugyanúgy mozog, ugyanúgy csinálja többivel együtt, és ezek a képek villannak át az embernek ilyenkor az agyán. Hát van benne egy bizonyos fajta veríték, de az a helyzet, hogy örömmel csináltam, tehát soha nem éreztem, hogy kényszerből kellett csinálni. Mik azok a mozgató rúgók, amik még mindig tolják előre? Mik azok az álmok és célok, amik még megvalósításra várnak? Hát, hogy a tanítványok jobbak legyenek. Karate elsősorban önvédelemre szolgál, tehát abszolút nem támadásra szolgál, de mint minden küzdősport, ez is felhasználható támadásra. Itt egyedül a személyen függ, hogy mire használja. A karate tanítása szerint csak önvédelemre lehet használni. Nyilván a mai világ az rettenetes, tehát iszonyatos dühös emberekkel lehet az utakon találkozni, boltokba, utcán, mindenhol. Nagyon nehéz az embernek megállni, illetve nagyon sokszor szerintem a legegyszerűbb emberek is inzultusnak vannak ítélve, hát igyekezni kell az önuralmat megőrizni azért valamilyen szinten. Tehát elsősorban önvédelemre szól. Az eszközök azok nem nagyon vannak, annyi van, hogy a karate technikák gyakorlása folytán némelyik karate technika eszköz elleni küzdelemre is szolgál, és ott van olyan, hogy bizonyos eszközöket használunk a gyakorlás folytán, de ez el kell érni egy bizonyos szintre, illetve egy életkor is szükséges hozzá.
Mi az Ippon Soba versenyrendszerű versenyzünk elsősorban. Az Ippon Soba az azt jelenti, hogy egy találtig, egy technikáig. Azt tudni kell, hogy régen a judo az szintén ugyanez, tehát a karat az japán eredetű, nem azonos a kungfuval, a tékvandóval, meg a különböző távol-keleti harcművészetekkel. Tehát a karate-do, a budo harcművészeteknek a családjába tartozik, ezek csak japán harcművészetek. És hát az Ippon Soba versenyrendszerűvel versenyzünk, nincs súlycsoport, tehát súlycsoportmentes a küzdelem, nincs vigaszág, tehát ha valaki kikapott, mint egy valódi harcba, akkor nincs olyan, hogy tovább harcolok, tehát akkor elmegy zuhanyozni és felül a lelátóra. Tehát egyenesági rendszer van, és hát ebbe a versenyrendszerbe kata és kümite, tehát formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban vannak versenyek megrendezve, egyén és csapat versenyek. Általában a csapatversenyek inkább külföldön az EB-ken vannak. A egyéni versenyek vannak itthon inkább, és akkor az egyéni versenyzőkből állítja össze a válogatott a csapatot, akik indulnak, tehát egy formagyakorlat csapat. Az edzéseken háromféle módon gyakorlunk, persze vannak kiegészítő, gimnasztika, erőfejlesztő gyakorlatok. Van az úgynevezett kihon gyakorlat. A kihon gyakorlat az, amikor a különböző karate technikákat egyedül, önmagában vagy kombinatív módon gyakoroljuk nagy ismétlésszámba. Vannak a katák, a forma gyakorlatok, ebből a Japán Karate Szövetségnél 25-öt tartanak számon, ez szigorú forgatókönyv szerint zajlik, és van a kümita, a küzdelem. A küzdelem az, a kümite gyakorlás az többféle módon lehet, vannak a teljesen kötött, amikor szituációkat gyakorolnak, meghatározott támadás, meghatározott védekezéssel. Van, amikor az egyik nincs meghatározva, vagy félig van meghatározva, és vannak a szabad küzdelmi gyakorlatok. Tehát ezekből áll össze az edzés, és mellett az erőfejlesztő, illetve a képességfejlesztő gyakorlás.